Március 15-én a Liszt Ferenc Vegyes Kar és a Rázene Városi Fúvószenekar közreműködésével, a Magyar Nemzet himnuszával vette kezdetét a Rákosmente önkormányzata által szervezett központi megemlékezés az 513. utcai honvéd síroknál. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen professzor dr. Hermann Róbert történész idézte fel a 175 esztendővel ezelőtt történteket. Mint elmondta, a pesti forradalom leginkább abban különbözött a többi európai nagyvárosban történt eseményekhez képest, hogy nálunk nem voltak harcok, mégis mikor a Magyarországon zajló fejlemények eljutottak Bécsbe 1848. március 17-én, akkor az uralkodó és a központi kormányzat meghátráltak és beleegyezte gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezésébe, amely egyet jelentett a független és felelős kormány megadásával. Egykori kedves tanítómesterem, barátom Katona Tamás szokta mindig azt mondani, hogy akkor a változás, mint ami 1848-ban történt a magyar társadalommal, Magyarországgal, ez korábban hát Szent István időszakában történt. Ellentétben azonban a Szent Istváni időszakkal, amikor a társadalom egy jelentős része enyhén szóval berzenkedett a változás ellen, gondoljunk Gyulára, Ajtonyra, Koppányra és a többiekre, nem nagyon rajongtak azért, ami történt. Ellentétben ezzel 1848 egy olyan változás volt, amely senkitől nem vett el olyan sokat, hogy az fájjon neki, és mindenkinek adott valamit. Az ünnepi beszédet követően Rákosmente önkormányzatának nevében Horváth Tamás polgármester, dr. Bakos András és dr. Füzesi Péter alpolgármestere koszorúztak, majd Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője. Továbbá a 17. kerület testvérvárosainak, Krosznói járás, illetve az erdélyi Gyergyószent Miklós küldöttségének tagjai, valamint Rákosmente lengyel és szlovák nemzetiségi önkormányzatai, és a 17. kerületi Fidesz, valamint KDNP képviselői egyaránt az emlékműhöz járultak. A tisztelet és a hála virágaival rótták le kegyeletüket továbbá a kerületi pártok, helyi oktatási, szociális és kulturális intézmények és civil szervezetek küldöttségei is. A helyszínen az esemény a szózat és a székely himnusz eléneklésével zárult. Az ünnepség keretében a Melczer János és Bujalszky Gyula emléktábláinál is koszorút helyezett el Rákosmente vezetése. Majd a program sorozat a Vigyázó Sándor Művelődési Központ színház termében folytatódott. A hagyományokhoz híven sor került az önkormányzati kitüntetések, elismerések átadására is, Horváth Tamás polgármester és dr. Mód Kristóf aljegyző közreműködésével. Az intézmény színház termében elsőként Hernádi Zoltán részesült a Rákosmente sportjáért végzett kimagasló tevékenységért elnevezésű díjban. A díjazott 1989-ben kezdte el a harcművészetet tanulni, 1994 óta segédedző a Rákoskerti Kempó klubnál, 1999 óta a Magyar Harcos Sportegyesület vezetőedzője. Rákosmente közbiztonságáért emlékérmet minden évben két személynek adományoznak. Így 2023-ban többek között Szabó Noémi, rendőr, törzászlós vehette át a kitüntetést, akit 2008-ban nevezte ki a BRFK 17. kerületi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály állományába, mint mozgóőrt. 2010-től járőrvezetői, 2014-től pedig szolgálatparancsnoki feladatokat lát el. A Budai Tibor grafikus művész által készített díszoklevelet és az Ács József szobrász művész keze munkáját dicsérő emlékérmet Parádi Lajos tűzoltó százados egyaránt magáénak tudhatja, a szakterületén nyújtott kiemelkedő tevékenységért, aki 2015 óta teljesít szolgálatot Rákosmentén. Nagyon köszönöm azt, hogy itt a 17. kerületben egy befogadó közegre találtam, nem itt kezdtem a tűzoltó pályafutásomat, de úgy érzem, hogy itt teljesedett ki, és örülök, hogy hasznos tagja lehetek ennek a csapatnak, ennek a kerületnek,
ennek a szegmensnek, és hogy az előttem szólóhoz egy kicsit csatlakozzak. Megerősít ez abban, hogy jó úton járok, jó úton járunk, és a hazámat szolgálom. A helyhatóság egészséges rákosmentér díjjal ismerte el Katona Csabáné védőnő munkásságát, aki 1974-ben kezdett dolgozni a kerületben, 1978 óta pedig folyamatosan a Naplásúti védőnői tanácsadó munkatársa. Jó helyre kerültem, nem kívánkoztam el innen ebből a kerületből. Mindig megtaláltam azokat a kolléganőket, akikkel öröm volt dolgozni, és azokkal a szülőkkel, akiket szintén örömmel tudtam vezetni a problémájuk megoldásában. Illés Jánosné 2008 óta a Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület elnöke. A kerületben tartott programok, rendezvények állandó résztvevőjeként segítőivel rendszeresen végeznek különféle szűréseket, valamint tartanak tanácsadásokat. Ezen tettek elismerésért neki ítélték oda 2023-ban a szociális munkában végzett kimagasló tevékenységért elnevezésű önkormányzati díjat, amely, mint elmondta, annak az odaadó csapatnak is az érdeme, akik mindvégig támogatták ezen az úton. Én egy szolgálatnak tekintem a cukorbetegek körében végzett munkát. Ha már megtanultam, ha már belekeveredtem, akkor a tudásomat igyekszem a cukorbeteg társadalom életének, életminőségének javítására fordítani, és ebben a szolgálatban nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik velem jönnek ezen az úton, támogatnak, mert amit az előterjesztésben elmondtak, azt ugye mindenki tudja, hogy nem egyedül csinálja az ember, hanem egy csapattal. És én hálás vagyok a Cukorbetegek Egyesületének és a körülöttem levő szakmai embereknek, akik támogatják ezt a munkát. Az ünnepség keretében dr. Tomsay Ottó, geológus, író, költő, műfordító kapta a Prokultúra díjjal járó díszoklevelet és a bronz emlékplakettet, mely kivitelezése Szalai Szilvia grafikus és Orosz Károly keramikus művészeknek köszönhető. A szakember 1997 óta él a 17. kerületben. Aktív időszakában mintegy 80 publikációja jelent meg magyar, angol és német nyelven. Az elismerés lánya Tomsay Krisztina vette át. Édesapám nevében muszáj megköszönnöm ezt a kitüntetést, és biztos vagyok benne, hogy ez neki egy hatalmas büszkeség, és hogy ettől még jobban erőre fog kapni, és bármennyire is most nem lehet itt önökkel és velünk, azért még gazdagítani fogja az irodalmat itt Rákosmentén, és az ő nevében is nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Ez alkalommal Ferenci Éva, a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnázium matematika tanára részesült a pedagógus életműdíjban. A kitüntetett 42 éve van a pályán, Rákosmentén 1982 óta dolgozik. Tehetséggondozó tevékenységének mottója: minden gyermekben ott szúnyad a tehetség. A pedagógus hivatása, hogy segítsen ezt felfedezni, fejleszteni a gyermekek és a nemzet boldogulása érdekében. Farkas György jelenleg igazgatom érdeme, hogy mára a tehetséggondozás országos szinten is kiemelt helyen van a Balassiban, és évről évre egyre több versenyeredményünk van. Örülök, hogy ennek a sikernek még a mai napig, mint nyugdíjas részese lehetek, és olyan kiváló kollégáim voltak, és vannak jelenleg is, akikkel jó egy szakmai csapatban dolgozni. Eredmény nincs diákok és szülők nélkül. Köszönöm a sikeres együttműködést minden volt és jelenlegi tanítványomnak, és a mögöttük álló szülőknek is. Az önkormányzat képviselő testülete által 1996-ban alapított Rákosmente díszpolgára kitüntető címet 2023-ban Erszabó István zenepedagógus, Bartók kutató részére adományozta a kerület kulturális és zenei életében betöltött kiemelkedő szerepéért. A díjazott komoly kutató munkát végzett Bartók Béla a Rákosmentén eltöltött éveiről, amit könyvben is megjelentetett 2006-ban Bartók Béla Rákoskeresztúron címmel. Hangsúlyozta, Kodály Zoltán és Bartók Béla népdalgyűjtő munkája között jelentősek voltak az eltérések, hiszen még az egyik Magyarországon végezte a kutatásokat, addig a másik külföldi útjai során gyűjtötte be a szükséges információkat. A kettő közül az egyik úgy dolgozott a Kodály, hogy a növendékeit
azt úgy kiküldte minden héten gyűjteni az országba. Ezzel szemben viszont Bartók másképp dolgozott, ő mindig mindent először lelevelezett. Polgármesterekkel, jegyzőkkel, énekeseket odaállítatta, és akkor fonográfra vagy egyébre kezdett gyűjteni. Kodály az nem így működött. Az azt mondta a tanítványainak, bemész fiam a faluba, a falu közepén van a templom. Ott lakik a pap. Megkérdezed a papot, ki a legjobb énekes, mert ő tudni fogja, és így kezdjél el gyűjteni. Tehát ez a két nagyon érdekes dolog volt, amit a könyvem írása közben is, meg úgy általában egész életemben tapasztaltam a két népdal gyűjtő között. Mátéfi Anna Rákosmente köztiszteletben álló polgára a közelmúltban Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült. A díjazottnak a kerület közösségének nevében Horváth Tamás polgármester gratulált egy virágcsokor átadásával. A díjazottak tiszteletére Faludi Judit, Liz Díjas cselló és érdemes művész, Dr. Termes Rita zongora művész, Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész, valamint Szenthelyi Krisztián, Concord Díjas énekművész léptek színpadra. Magyar hazám, megáldalak, szép érted élni, érdelhalni. Ezt követően a Művelődési Központ fórum termében Horváth Tamás polgármester mondott pohárköszöntőt. Hangsúlyozta, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei példát kell, hogy mutassanak a mai emberek számára is, arra vonatkozóan, hogy legyünk bármilyen nehéz és szorult helyzetben, mindig ki kell állni az igazunkért, akár csak úgy, ahogy azt a forradalmi ifjak tették az elnyomókkal szemben. Ugyan elvesztettük a szabadságharcot, de jelentősen megváltozott az akkori világ, és előnyére változott, nagyon sok-sok hasznos dolgot hozott a forradalom, igaz, hogy kicsit késleltetve később, de megérte, úgy gondolom, azt az áldozatot. És ami talán nekünk is adhat egy-két gondolatot, az ő tevékenységük, az, hogy bátran kimertek állni a nemzetért, a hazáért és a polgáraikért. És én úgy gondolom, hogy ezt mi sem tehetjük másképpen, az ő példájukon is tanulva, hogyha úgy gondoljuk, hogy az igazunkért ki kell állnunk, akkor igenis ki kell állnunk a nemzetünkért, országunkért és magunkért is, magunk igazáért is. Úgyhogy erre biztatok mindenkit a jövőben is, hogy bátran álljunk ki az igazunkért, bátran harcoljunk. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóján életre hívott eseménysorozat állófogadással zárult.